Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit! Negyedik alkalommal rendeztek általános iskolás diákcsapatoknak helytörténeti versenyt Szekszárdon, a város napjához kapcsolódva. A gyerekek hónapokon keresztül készültek a versenyre, amiben idén már a tavaly megjelent Szekszárd, ahol élünk című kötet is a segítségükre volt. A város legrégebbi szobra az, ami ott fent van, csak annak nem tudok a nevét. 8 csapat, 24 általános iskolás diákja vett részt a Városnapja alkalmában megrendezett helytörténeti versenyen. A résztvevőknek először elméleti feladatokat kellett megoldaniuk a helyi Babits Mihály Kulturális Központ nagy termében. Igaz, hamis játék van szófelhő, tehát ahogy említettem, modern játékok, vagy pedig kimennek a városba, és megnézzük azt, hogy hogyan ismerik a város műemlékeit, szobrait, mindenfajta emlékét, és játékos, tehát egy nagyon-nagyon fontos szó ebben a vetélkedőben, játékos, városismereti vetélkedő. Nem annyira az lesz a lényeg, hogy ki az első, hanem hogy megszeretessük a gyerekekkel. Ez lesz a legelső. Az elméleti alapozás után tehát a gyerekek igazi terepen mérhették össze a felkészültségüket. A verseny első külső helyszíne a Vármegyeháza udvara volt, majd ezt követte a szintén ebben az épületben található megyei levéltár. Az első ilyen keresztrejtvény az nehéz volt, de a megfejtés sikerült kitalálni, de annyira nem volt könnyű. A versenyben résztvevő gyerekek hónapokon keresztül készültek, amiben nagy segítségükre volt a tavaly kiadott Szekszárd, ahol élünk című könyv is. A könyv összeállításának ötlete évekkel ezelőtt a város polgármestere Ács Rezső ötlete volt. Ennek pedig az az egyik legfontosabb üzenete, hogy a fiatalokat szólítsuk meg, a kisgyerekek, iskolások, kisgimnazisták is ismerjék meg a várost, nyitott szemmel járjanak, ahogy a szlogen is szól ennek a vetekedőnek a kapcsán, vegyék észre mindazt, ami Szekszárdon fontos, akár építészetről beszélünk, akár természetes értékekről beszélünk, akár belső értékekről beszélünk, és ez a vetélkedő felszíre hozhatja mindezeket, tehát nem csak a fizikai tapasztalás útján, hanem belül is kicsit megértik, megérzik így a városban járva, a város levegőjét szívva, hogy miért fontos Szekszárd. Erre hétköznapokban viszonylag kevés lehetőség van, és én személyesen azt hallom, hogyha valaki megérzi a város levegőjét, megérti, hogy mit jelent Szekszárdnak lenni, megérti azt, hogy mi motiválta az itt lakókat az elmúlt évszázadok során, akkor biztos vagyok benne, a lélekben is meg fog erősödni, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban fog kötődni ehhez a városhoz, sokkal jobban fog kötődni a családjához, és reményeink szerint későbbiekben ez azt eredményezheti, hogy egyetemi tanulmányait követően visszajön ide, és itt képzeli el majd a jövőjét. És tulajdonképpen ugyanebben a sorban, ugyanebben a sorba illeszkedik, ugye az a kötet, amelyet a tavalyi esztendőben adtunk ki, ami szintén az én ötletem volt, és egy éves előkészítés után készült el, ez pedig a Szekszárd, ahol élünk, város történet mindenkinek, pontosan ugyanezt a célt szolgálja, ez egy nagyon színvonalas, szépen illusztrált könyv. Szekszárdon negyedik alkalommal rendeztek a Városnapi alkalmából helyismereti és helytörténeti versenyt. A szervező Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke szerint a diákversenyre egyre inkább felfigyel az Országos Helytörténeti Szövetség felső vezetése is. Itt van az országos elnökségnek egy tagja, az országos alelnök, Zsámboki Árpád, aki maga is egy megyei vezető, és országos alelnökként pedig a kulturális tevékenységekért felel a Dél-Dunántúli régióban. Nagyon fontos, hogy a szülőföld értékeinek ismerete az már gyerekkorban birtokolható legyen. Amennyiben ez nem, akkor nem hiszem, hogy nagyon jó lokálpatriótákká válnak a szekszárdiak vagy más településen élők. Tehát a lényeg az, hogy a múlt ismerete a jövőépítésben rendkívül fontos. És nagyon sok, hogy mondjam, érzelmi töltést adhat a gyerekeknek, hogy nem csak az ismereteket birtokolják, hanem egyáltalán azokra a jeles személyekre, családokra is büszkék lehetnek, akik előttként a városnak a fejlődését segítették vagy megalapozták. Tehát ebből a szempontból a példaképek szerepe nagyon fontos. A harmadik sincs, a negyedik sincs, az ötödik van, és a hatodik. Tehát akkor összesen a hat pontból egyelőre kaptatok 2 pontot, ami erre vonatkozik. Most viszont azt látjátok, vagy sejtitek, hogy van egy szó, amit össze kellett volna raknotok. Ismerjék meg azokat az értékeket, amely településnek
a sajátossága, és legyenek arra büszkék. Tehát egyáltalán a szelle, a múltbéli, a jelenbéli szellemi és kulturális örökség tanítása, begyakorlása, szemléltetése, áttélése nagyon fontos. Az ezekkel kapcsolatos felkészültségüket pedig idén is bizonyították a szekszárdi gyerekek. A versenyt végül és azzal együtt a vándorserleget 2019-ben a Garai János Gimnázium csapata nyerte. Magyarországon mintegy 200 tubás foglalkozik ezzel a nem mindennapi fúvós hangszerrel. Idén 10. alkalommal rendeztek országos tuba tábort, melybe Paks 2 éve csatlakozott be a Pro Artis Művészeti Iskola révén. Az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek a táborba oktatók és résztvevők is. Effekt fújják! Javában készülnek a tábor utolsó napján a záró koncertre a tuba növendékek a Pro Artis Művészeti Iskola udvarán Pakson. A Nemzetközi Tuba Szövetség életműdíjasa Szabó László évek óta résztvevője a tuba tábornak. Megítélése szerint a diákok nagy fejlődésen mennek keresztül. A magyar tuba művészek nemzetközi szinten igen elismertek, melyben nagy szerepe van a Zeneakadémia nyugalmazott pedagógusának is. Délelőtt egyéni órákkal oktattuk őket, ahol hát a különböző felmerülő problémákat, előadási darabokat, szóló darabokat vettünk át közösen, javítgattuk, korrigáltuk, vagy akár mélyítettük a tudásukat. Délután pedig, és ez a tábornak az egyik legfőbb erénye, kamarazene foglalkozásokat tartottunk. Ez azért érdekes, és azért értékes dolog, mert a zenélésnek az együtt zenélés oldala az egyik legfontosabb jellemzője. Az egymásra figyelés, az egymásért zenélés, az egymástól függés, és hát egyáltalán egy mindenféle ilyen társas, közös működés összes előnye kidomborodik, és ezt gyakorolják a fiúk. Számomra az egyik legnagyobb élmény volt az, hogy a visszatérő hallgatók közül, akiket évek óta évenként egyszer hallunk mi, hogy ott van a kezünk nyoma, és ahogy tapasztaljuk azt a fejlődést, amit bemutattak, egyre több, egészen kiemelkedő tehetségű fiatal van itt most ebben az évben. És nem csak az, hogy egy-egy kiemelkedő, hanem az átlag színvonal is kifejezetten magas. 54 éve tanítok, abban az utolsó 30-et a Zeneakadémián. Itt az összes tanár kollega az én növendékem volt valamikor, nem mindegy, a fellépő művészek is a keretprogramokban. De hát ezt nem is lehet másképp. Mert. A paksi Tóth Marcell a budapesti Bartók Béla Konzervatórium utolsó éves hallgatója. Jövőre a Zeneakadémián szeretne tovább tanulni. A tuba táborban értékes szakmai tapasztalatokat gyűjt a fiatal zenész, hisz életpályáját is ezen az úton képzeli el. Mióta paksi táborok van, azóta rendszeres részvevője vagyok a tábornak, és hát ez egy nagyon jó szakmai tapasztalat, mert nem mindig futhatunk össze olyan tanárokkal, akiket itt összegyűjtenek. Jönnek Luxemburgból is, meg külföldről is zenekari tubások, és tőlük egy kis tapasztalatot lehet szerezni a nagybetűs életre. Hát már lassan szerintem 6-7 éve foglalkozom ezzel a hangszerrel, és nekem szimplán csak a mély hangjai, meg a nagyon lágy hangjai tetszettek meg. Az eddigi években főleg a hangképzésre és a légzésre álltam rá, de most Szalai Csaba tanárúrral nekeálltunk most zenekari állásokat is próbálni, és most azokkal teltek a napjaim, hogy azokat gyakorolgattam és próbáltam. Hát most nagyon ráálltam erre a zenekari állásos témára, mert végül is itt szeretnék, tehát zenekarba szeretnék elhelyezkedni, és gyűjtöm a tapasztalatokat. Hát a hosszú távú terv az egy szimfonikus zenekar lenne, az még nem kitalált, hogy hol, de hát most a rövid távú tervek, hogy felvegyek főiskolára és tovább tanulhassak. A tuba tábor nem én találtam ki, hiszen ez egy régebbi folyamat, ez már a 10. alkalom, viszont 2016 óta én vettem át a szervezését, és az elmúlt 4 tábort már én szerveztem meg, és ezt a tábort, amely szakmai programokból áll, többek között
van a tábort kiegészítő koncertek is, és ezeket alakítottuk át fesztivállá, tehát magából a tábor helyszínből kivittük a programokat templomokba, szabadtéri helyszínekre, illetve koncerttermekbe, és meghívtunk hozzá számos művészt, amely által a táborosok is tudnak épülni, de nyilvánvalóan az is célunk volt, hogy a nagy közönségnek is egy olyan programot adjunk, amely rendkívül érdekes és sokszínű, és ennek a visszajelzéseknek a révén alakult ki a Nemzetközi Fúvós Napok, amely másodjára szervezünk meg itt Pakson, és a mai nap az a tábor zárással kezdődik, amelynek itt az előkészítőit látjuk a háttérben, és utána pedig a Nemzetközi Fúvós Napoknak lesz majd a záró koncertje, szólistákkal, például Japánból is érkezik egy klarinétművész. Magyarországon szerintem mintegy 200 tubás tanul tubázni a különböző oktatási szinteken, ezért, hogyha arányszámokat nézünk, akkor elég jó, hogyha azt mondom, hogy több mint 20 tubás szokott rendszeresen részt venni a táborban minden évben, tehát ez több mint 10%, ami egy magas részvételi arány, hiszen ugye váltakoznak. Ezzel azt érjük el, hogy komolyan gondolják a tubázást. Akár csak hobbi szinten, akár pedig ezt később megélhetésüknek tekintik, akkor ezen fiataloknak, gyermekeknek, vagy már akár vannak itt örök gyermekek is, az ő részükre ez egy olyan továbbképzés, amelyben nagyon sokan tudnak így részülni az évek alatt. Itt vannak a táborban az ország számos pontjából, illetve számos alkalommal a határon túli területekről is érkeztek, mint magyar, mint pedig külföldi fiatalok, és a tanárokra is ugyanez elmondható, hiszen a magyarországi elitképzésnek a fellegváraiból jöttek ide tanárok, a legnevesebb szimfonikus zenekarainkból, illetve határonkon átlépve Németországból és Luxemburgból is rendszeresen megfordulnak oktatók itt a táborban. Ring István klarinétosként kezdte zenei pályafutását az évtizedekkel ezelőtt megnyílt Paksi Művészeti Iskolában. A tuba tábor záró koncertjén egy egyedülálló mutatványra is sor került a verklissel. A történet nagyon régen kezdődött, mert mikor Pakson a zeneiskola megszületett, én az első növendékek között voltam, akkor még klarinétosként. Aztán megérkeztek az első altszaxofonok a zeneiskolába, akkor szaxofonos lettem, és tulajdonképpen a mai napig alaphangszerem a szaxofon, és a fúvószenekar tagja vagyok, a városi fúvószenekar tagja. Viszont tavaly tanév közben Tóth Marci, aki a tubása volt a zenekarnak, elment Budapestre végkélek tanulni, illetve hát már régóta Budapesten tanult, de nem tud hazajárni próbákra, illetve nem tud részt venni a zenekar életében, és akkor felmerült az ötlet a karmester úr Tóth János részéről, hogy mi lenne, hogyha tubára váltanék, mert tuba nélkül nem lehet a zenekart működtetni, és hát nekem megtetszett a hangszer, és igazából azóta kacérkodom, illetve igyekszem tubázni. Nagyon jó ez a tábor, mert itt már művészi szinten tanulnak a fiúk, akik ezt választották életpályának, úgyhogy én nagyon élvezem, hogy mint kezdő tubás itt lehetek ennyi sok jövendő tuba művész között. Megkértek a fiúk, hogy csináljunk egy olyan produkciót, ami azért nem nagyon fordul elő, úgyhogy így tuba verkli duót fogunk alkotni egyik tanárúrral, Mazura Jánossal, és így fogjuk szórakoztatni a közönséget. Végül a záró koncerten az eső elől az udvarról a koncertterembe menekültek a fellépők és az érdeklődők. Örökölni sok mindent lehet, de zenét és kultúrát örökölni az egyben felelősség és kihívás is. 50 esztendőt telt el azóta, hogy Orsós Kis János megalapította a Bogyiszlói zenekart. Mindazt az értéket, melyet munkásságukkal létrehoztak és színesítve vele a magyar kultúrát, ma az unokák élik. A fél évszázados évfordulóra megtelt vendége Bogyiszló. Ahogy Csebő Ferenc fogalmazott, az unokák zenekarra húzza a talpalávalót a Bogyiszlói zenekart fennállásának 50. évfordulóján. Ezen az archív felvételen, mely Martin György népzenekutató munkája alatt készült a 70-es években, még Orsós Kis János zenekar a zenét.
Ő volt a Bogyiszlói zenekar szülőatya 1969-ben, aki egy tambura és egy vonózenekart olvasztott egyé. A zenekar mai vezetője Mihalovics Zsolt, az alapító unokája. Ez egy érték, ez a lélekből jövő érték, és ha ez belül megérik, akkor valóban ezt kifelé lehet mutatni, lehet táplálni az embereknek. Ugyanis ez egy olyan hagyományőrzés, egy olyan kuriózum a mi számunkra, amit itt mögöttem a táblán látható nagypapámék valamikor létrehoztak, mint egy bogyiszlói muzsika, és aztán mi nekünk, mint unokák továbbadták, és talán felénél vagyunk, hogy a 20 pár éve már mi visszük tovább ezt a bizonyos értéket, amire rákérdeztél. Úgyhogy valóban a mai napnak ez a legfontosabb közvetítése, és ezt szeretné mindenki, hogy a muzsika szeretete, a muzsikának az összekovácsolása attól függetlenül, hogy ki honnan érkezik, ki milyen nemzetiségű, cigány, nem cigány, legfontosabb itt magyar emberként, mert mi cigány muzsikusok vagyunk, de mellette kőkeményen magyar emberek. Az 50 éves évfordulóra Bogyiszlóra látogatott a szakma krémje. Olyan neves népzenészek jöttek tisztelegni az 5 évtizedes teljesítmény előtt, mint a muzsikás zenekar Sebő Ferenc vagy Pál István Szalonna, aki a zenekarát is színpadra állította. Ma egy másfajta közegben, egy másfajta világban kell hozni ugyanazt a színvonalat, ugyanazt a szeretetet, hiszen minden felgyorsult, jött az elektromos muzsika. Régen a nagyöregek azért a környező bálakat muzsikálták végig, de én azt látom, hogy a Zsoltiék a mai felállással, hittel, hihetetlen kitartással ugyanazt el tudják érni. Tehát én nem voltam mostanában olyan mulatságban, ott volt a bogyiszlói zenekar, legyen a Székelyföldön, vagy egy disznóvágáson, ahol ne szórakoztatták volna az embereket, és nem mindenki úgy ment volna haza, hogy hú, ez olyan volt, mint régen. A zenekar pedig, akit én megismertem, tehát Orsos kis féle zenekar, épp a virágkorában volt, mert akkor 50 év körül voltak már. Ők is mindent játszottak, a szerbeknek is tudtak muzsikálni, és a magyaroknak is, és bárkinek elhúzták a nótáját. De a repertoárjukban olyan régies dallamok is voltak még, amiket már máshol nem nagyon lehetett hallani. Úgyhogy az ő értékük a közösséggel együtt, ezt hangsúlyozva, az az értékük, hogy megőrizték a saját zenéjüket, és nem pártoltak el tőle, és ez a mai napig is, ez az ünnepség is mutatja, hogy ez a közösség ragaszkodik a hagyományaihoz, nem lép túl rajtuk, és egy ilyen modoros áll kultúrára nem cserélik le ezt az egészet, hanem becsben tartják a itteni, a saját zenéjüket is. A bogyiszlói zenekar az autentikus magyar népzenétben, az őseiknek a hagyatékának az ápolásában, ez az egész felelősségvállalás, ahogyan ők élnek a magyar népzene iránt, én azt gondolom, hogy minden előd ilyen utódot kívánhat, tehát büszkék lennének rájuk az őseik, ez egészen biztos. A bogyiszlói zenekar fennmaradásában és sikerében múlhatatlan érdekei vannak a közösség tagjainak, akik élik a mai napig a hagyományokat, és ebben közös felelőssége van minden bogyiszlóinak. Az a jó, hogy mi itt élő hagyományőrzést viszünk Bogyiszlón, szerencsére. A fiatalok is folyamatosan bekapcsolódnak magába a hagyományozó egyesületbe, és minden értékes számomra, ez egy kicsit ilyen szubjektív, amit mondok, értékes rendezvényt, azt
valahol a hagyományőrzés, a zene, népzene környékére viszünk. Ami különleges, az egyszer Bogyiszlóban rejlik, az, hogy ez változatlanul még mindig egy nagyon jó közösség. Egyformán lélegző emberek lakják, és sajátos a népzenéje, sajátos a viselete, nem olyan páváskodó, mondjuk, mint a sárközéki, de legalább olyan gazdag, és értékében legalább akkora, ami a zenét illeti. Megőrizték azokat a paraszti ízeket a népzenébe, amik még arhaikusak, amik nem koptak el még a világi használatba. És aztán a nagy szerencséje az, hogy emberemlékezet óta zenekarok működtek itt, tehát nem is egy. Tambura zenekar, Honos banda működött itt, és ezek a bandák egyrészt technikailag nagyon jól muzsikáltak, másrészt pedig megőrizték azokat a paraszti ízeket, amiket mondjuk a városi cigányzene vagy másut már kikoptak, nem tudták megőrezni. Az ünnepséggel résztvevő Horváth István országgyűlési képviselő azt mondta, ez a nap a magyar kultúra ünnepe is. Mihalovics Zsolt, az együttes vezetője, meghadódottan azt mondta, reméli, hogy nagyapja büszke lenne rá és zenekarára. A jubileumi városnapon az idén teljesült a nagy és kismányoki a közös óhaja, eljött a Republik és 2 órás fergeteges koncerttel tette igazán emlékezetessé ezt a napot a fiatalok, a középkorúak és az idősebbek számára is. Az egyik legnépszerűbb igényes muzsikát elővezető hazai rockformáció már csak azért is rátett itt Nagymányokon még egy lapáttal, mert hogy a frontember Boros Csaba rokoni szálak okán erősen kötődik ide, pontosabban Kismányokra. Márpedig a nagymányoki színpadon a jubileumi városi nap záró koncertjén a legveretesebb sztár fellépőként, mondani sem kell, a rendszerváltozás után alakult hazai rockformáció között az egyik legnépszerűbb, zeneileg, szövegileg a legtöbbet adó Republikot ezrekben mérhető, velük éneklő közönség fogadta Nagymányokon is. A zenekar külsőségekben, látványelemekben nagy változáson ment át az elmúlt 1-2 évben, hogy minden működjön és jól működjön, maga Boros Csaba gitáros énekes frontember a kulisszák mögött többször is vizitált a színpadon, már közel a fellépésüket. Ma, hogyha versenyben akarsz maradni, legalábbis úgy gondoljuk mi, akkor nagy produkciót kell színpadra tenni. A nagy produkció egyébként nem csak mi állunk ezzel így, hanem mondjuk azt mondom, hogy a YouTube, ami az egyik kedvenc zenekarom, és jelen pillanatban szerintem a Rolling Stones mögött a világ második legnagyobb zenekara, ott az első pillanatok, ez az utolsó, hogy minden ki van találva. Nem az, hogy a Bono mit mond, mert ő mondhat bármit. De a dalok egymás utáni sorrendisége annak úgy kell lenni, mert az a vizuál, meg az a fény, meg az a például itt a vizuális kolléga, tessék, az Aci most, meg kiviszi maga neki a cuccokat. Tehát az a vizuál, az a fény, azok a lángok, azok a tök mindegy, ami a színpadon van, az ugye abban a pillanatban, mint egy színházi előadásnál meg kell, hogy jelenjen. Én nem azért izgulok, hogy mi miattunk, hanem hogy minden rendben legyen, meg hogy minden működjön, mert elég komoly technikával megyünk most már, és ennek én nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy egyszer csak úgy észbe kaptam, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy hú, most olyan nagy produkció lettünk, és ez tök... Jó reggelt! Yeah.
után az ember, ugye már nem a színpad felszántó rock and roll és punk zenekar vagyunk, nyilvánvalóan, hogy látunk nagy példákat magunk előtt, hát csak azt mondom, hogy mondtam, a YouTube-on kezdve a Pink Floydon keresztül, és szerettünk volna valami olyasmit csinálni, ami több annál, hogy mi most felállunk a színpadra, elkezdünk gitározni, és szaladgálok a Tamás után, föl alá, ugye, hanem vizualitásabban szerettünk volna olyan üzeneteket megjeleníteni, hogy csak azt mondom neked, hogy például amikor az volt a fejem, hogy igazi szerelem, akkor nekem a Joe Lennon és a Yoko Ono ugrott be. Igen, az volt erre asszociáltam, és ugye ebben a dalban hátul a letfalon a Joe Lennon és a Yoko Ono jelenik meg, mint egy üzenet, és mindig hátul nézek, és furcsa, mert a dal utolsó részében a Joe Lennon szakállas szemüveges feje, az Attila feje mögött megjelenik, és mindig hátul nézek, és azt mondom, hogy annyira fantasztikus érzés a Joe Lennonnal egy színpadon lenni, mert ő az örök üzenet szerintem. március 11-én ugye elmentünk a Cipő, aki egy, és 23 évet játszottam vele együtt, hozzáteszem 86 óta ismertem. Egy olyan karizmatikus egyéniség volt, és egy olyan erős szerző, egy olyan erős frontember, ami nagyon ritkán születik Magyarországra. És egy ilyen ember után összeszedni egy zenekart olyan szintre, ahol most vagyunk, ez azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a társaimra, a zenekar magamra is, meg az egész tábra, hogy ezt egyetem meg tudtuk tenni, mert persze meg a közönség, akinek hogy kellett hozzá. Úgyhogy igen, mindig van egy kis izgalom a koncert előtt, meg úgy átgondolom, meg majd mindjárt bemegyek a WC-be beénekelni, meg ilyeneket. Tehát úgy szedjük össze magunkat, de nagyon jó érzés, hogy egy gördülékeny stábbal tudunk együtt dolgozni. Mindenki tudja, hogy mi a helye, mit kell csinálnia, hova kell tennie, mit kell odarakni, és erre vágytam mindig. A legutóbbi stúdióalbumról, a Kimondom a nevedről is elhangoztak kedvelté vált számok, sőt az idei évvégi, még készülőben lévő új lemezről is hallhatott néhányat a nagymányoki közönség a koncert második részében. A frontember a megszokottnál is nagyobb hőfokon ízása mögött, mint megtudtuk, nem kevés mányoki kötődése. Nagymányokszor lelki kötődésem van, mert hogy az öcsém felesége Kismányokról származik, innét ugye néhány kilométer, és sokat voltunk Kismányokra, sőt, holnap oda megyünk ebédelni a Judit szüleihez, a Henrik bácsihoz, meg a Katinénihez, és ugye ismerem ezt a környéket, sőt, a szomszéd faluban lakom ma éjjel egy csodálatos parasztházban. Ez a festői környezet egyfajta zenei egyéb együttlétet is generálhat ezen a településen, az egyfajta emocionális kötődés? Az, hogy most ebben a pillanatban én erre igenne vagy nemmel válaszolják, ezt nem mondhatom ezt, de lehet, hogy később előugrik az ember fejébe, hogy jó, ez olyan, mint hogy amikor ott jártam volna azon a helyen. Tehát nem lehet tudni, hogy mikor vannak a visszacsatolások, mikor érkezik az ember fejébe vagy a lelkébe egyfajta visszacsatolás egy helyről, egy hangulatból, egy érzésből, egy baráti beszélgetésből, és ott csak azt mondja, hogy igen, ez olyan, mintha ott lennék éppen, és ez tök jó. Ugye érted, amit mondok? Eljöttem is szállt, híreket visznek, üzenetet vár, a foglyok elalúsznak, ha eljön a lelke, kakas kukor, hogyha március 14-e a Republik Rajongók naptárában bejegyzett dátum, mi több piros betűs ünnep. A 30 éves létezést megünnepelendő, minden eddig itt felülmúló jubileumi koncert a láthatáron a Budapest Arénában. Erdő közepében járunk,
csillagom vezet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!